Augusztus 26-a és szeptember 1-e között a Rákóczi Szövetség 350 háborúban érintett ukrán család gyermekét fogadja együttműködésben Magyarország ungvári főkonzulátusával és a helyi katonai adminisztrációval. Я з Мукачева, з України. Я з міста Худ, Закарпатської області, Україна. А взагалі я народилася в місті Донецьк. A diákok a Sátora Jóhelyi Rákóczi táborban tölthetnek el egy jó hangulatú, felhőtlen hetet, és lehetőségük nyílt arra is, hogy augusztus 26-án szombaton részt vegyenek a budapesti atlétikai világbajnokság eseményein, illetve megtekinthették az országházat is. A Rákóczi Szövetség még májusban úgy döntött, hogy a nyár utolsó hetét Sátora Jóhelyen azt felszabadítja azoknak a gyermekeknek, akiknek a legnagyobb szükségük van, akik a legtöbbet nélkülözik ebben az időszakban. Augusztus 26-án az ukrán diákokat a kormány nevében Panyi Miklós, a miniszterelnökség parlamenti államtitkára, és Pál Norbert, az orosz-ukrán háború elől Magyarországra menekülő személyekért felelős kormánybiztos köszöntötték. Szintén ezen a napon az országházban Grexa Liliana, ukrán nemzetiségi szószóló fogadta a diákokat. A háború kitörése óta igyekszünk olyan programokat támogatni a magyar kormány részéről, ami nehéz sorsú gyermekek táboroztatását támogatja, segíti elő. Egy ilyen színvonalas eseményen való részvétel, vagy azt reméljük, legalább ideig, óráig feletteti velük az otthoni megpróbáltatásokat. Azt gondolom, hogy ezeknek a gyerekeknek az, hogy biztonságban vannak, hogy nincsen légvédelmi sziréna, hogy nincs veszélyben az életük, az egy óriási dolog. На даний час ми живемо в місті, де ніде немає прильотів, тобто немає ніде ні вибухів, нічого, все спокійно, але тато зараз на даний час на сході. Моя сім'я також проживає в місті Хуст. Вони відчувають якесь незвичне відчуття, тому що я ніколи ще не був за кордоном сам без них. Я думаю, що вони хвилюються, але я також думаю, що вони раді за мене. В нашому місті стан досить хороший, але все-таки, хоч ми знаємо, що до нас ракети не прилітають, але все-таки є деяке побоювання, що все може статися. Звичайно, дуже добре, звичайно, подобається. Я дуже радий, що сюди потрапив і побував тут на чемпіонаті світу. Звичайно, приємні люди супроводжують і дуже гарно і добре. Позитивні емоції. Я приїхала на чемпіонат світу, про який я мріяла побувати тут, побачити, тому що в мене теж є бажання стати чемпіонкою світу з легкої атлетики по дальній дистанції. Nagyon-nagyon sok mosolygós, jókedvű, vidám gyermeket láttam, ami nekem különösen nagyon jó élmény volt és feltöltött.